Na és Lipcsei. Lipcsei elegánsan oldja meg, és teszi vissza Bukovics felé középre. Bukovics Détárinak, ott van Kovács is, lövés mellé! Szekeres még. Elvesztés, ebből indulhat Páling. Alányes a labdának, Váci elmegy mellette, Bukovics! Bukovics és gól! Hát ez érdekes gól volt. Többen hozzák össze, először Páling szerez egy labdát, könnyelműség volt a cselezés, aztán a 16-oson belül még mindig lehetne tisztázni, Vukovics azonban utána megy, és az első használható megmozdulásával megszerzi a Ferencváros első gólját. Telek, Páling, Vukovics, Lipcsei indulhat, és most kijöttek a csepeliek. Lipcsei még mindig. Jó a továbbítás, a Kovács a 16-oson belül, Kovács odarúgja, ahova akarja, még egy csel, és mellé ki lehet hagyni. 41. perc a harmadik ferencvárosi szöglet, Détárja rövid saroknál, Vukovics nem találja el, Kovács teszi le, Rutka a 16-oson belül, levágódik, ez így lesz. Érzésem szerint ez így lesz. Minden esetre a Ferencváros megszerzi a második gólját, Vukovics. Mennek a csepeliek reklamálni, óriási lesz volt érzésem szerint. Ezt, ha visszanézzük többször, csak akkor lehet eldönteni. Vukovics fut a bal oldalon, és még el is éri, Szekeres. Nyugodtan megnézheti, hogy hova megy. Aláfutnak ketten is, Hajdú! Óriási szerencséje van. Szekeres labdája nagyon-nagyon jól jön be. Csigán el is találja, de beleakad a kapusba. Egy visszafordított labda. Kovács helyes, és éppen csak ki tudja nyomni Hajdú. Jó kiugratás, ez is erősen lesz, gyanús volt, bár Telek bemaradt. Balogh Zoltán középre, és kivágja Telek a labdát. Itt a védőt kell inkább dicsérni, mert Balogh óriási helyzetet hagyott ki. Telek még be tudott futni középre. Ferencvárosi bedobás, Détári a 16-oson belül. Ő fordíthat be középre, ott a helyzet, és Csigán ki tudja hagyni. Détári odavarázsolja a labdát Csigán fejére, aki kihagyja az újabb 100%-os zsitszer. Szekeres. Még mindig ő két ember között viszi el jól, Lipcsei. Eddig kifogástalan a támadás. Ott van a gólhelyzetben Vukovics, gól! 3-0! Vukovics mester hármast ér el, lábról lábra mesterje jön előre a támadás. Vukovics elválik a védőtől, lerázza magától, és belövi a harmadik ferencvárosi gólt. És ha az első két esetben szerencséje volt Vukovicsnak, akkor ez most nagyon tudatos, nagyon jó akció. Tehát mester hármas, 3-0 a Ferencváros javára. Lipcsei, Détári mellette. Lipcsei viszi még tovább. Most Détári, nincs les, belül a 16-oson Détári, fölnéz, Lisztes, Lipcsei érkezik, és Hajdú lábbal ment. Fantasztikus helyzet maradt ki, Détári abszolút kidolgozta, és Lipcsei a kapus lábát találja el.